Rengetegen égetik el a kerti hulladékukat, amely nem csak büdös és környezetszennyező, de tűzveszélyes is. Idén már rengeteg esetben volt tűz, sokszor éppen ebből az okból lobbantak fel a lángok. A megyében jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben. A jó időbek köszöntével előkerülnek a gerebjék és a lapátok, beindul a munka a kertekben, a zöld hulladéktól pedig sokan a legegyszerűbb módon szabadulnak meg, elégetik azt. Ez azonban nem csak büdös, de a levegőt is szennyezi, ezáltal pedig az egészségünket veszélyezteti. A légszennyező anyagok közül a szállópor tekinthető egészségügyi szempontból a legveszélyesebbnek. Elképesztő adat, hogy a világ városi lakosságának több mint 90%-a olyan levegőt szív, amely nem felel meg az Egészségügyi Világszervezet levegőminőségi irányelveinek. A kisméretű szállópor rövid és hosszú távon egyaránt rendkívül káros hatással van az egészségre, fokozza számos szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi megbetegedés kialakulásának kockázatát, beleértve például a tüdőrákot is. Becslések szerint évente 8-10 ezer ember korai halálához járul hozzá a nem megfelelő levegőminőség Magyarországon. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kertben meggyújtott zöld hulladék a levegő szennyezésén túl közvetlen tűzveszéllyel is fenyeget. Idén jelentősen megugrott a szabadtéri tüzek száma, ez alól pedig Szabolcs megye sem kivétel. Nem csoda, hogy megyénkben jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ezek felrobbanásáért szinte egytől egyig az ember a felelős. Mint a Házi Patika cikkéből kiderül, nagyon sokan kertészkednek idehaza öngyújtóval, és egyszerűen leégetik a tarlót, elégetik a kertben a száraz növényeket. A szabadtéri tüzek nagyjából harmada keletkezett idén ilyen okból. Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon szabad-e egyáltalán nyílt téren eltüzelni a kertben keletkezett növényi hulladékot? Leskovics Zoltán tűzoltó, alezredes tűzoltó szakfelügyelő, ha vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Tudunk-e számokról beszámolni az idén eddig? Hány ilyen jellegű tűz keletkezett? Ide érkezésem előtt gyűjtöttük ki a statisztikát. Ebben az évben, január 1-től a mai napig 673 tűzesemény történt a megyében. Ennek a jelentős része 439 esetben szabadtéren keletkezett. Lehet nagyjából megbecsülni ennek az értékét, hogy körülbelül mennyi az anyagi kár ezeknek a tűzeseteknek a Hál' Istennek az esetek túlnyomó többségében kár nélküli tűzesetekről beszélünk, de visszatérve még egy gondolat erejéig a statisztikához, ez jelentős szám korábbi évekhez viszonyítva, hiszen mondjuk a 2 évvel ezelőtti statisztikát nézzük, akkor egész évben nem értük el a 300 szabadtéri tűzesemény számot, illetve a többi évet is, ha 2018-at nézzük, vagy 16-ot, abban az esetben is közelítünk már az egész éves adathoz. De hál' Istennek, hogy nem értük el a 2012-es úgynevezett bázis évet, ami úgy bázis évnek mondjuk, hiszen akkor több mint 800 ilyen szabadtéri tűz volt a megyében. Mi az oka annak, hogy az idén ilyen sok van, most havonta 200 a megyében, azért ez nagyon sok. Annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettünk a megelőzés vonatkozásában, tehát kockázati helyszíneket beazonosítottunk, fölhívtuk az emberek figyelmét különböző csatornákon és felületeken, hogy milyen veszélye, ódiuma van annak, hogyha szabadtéren tüzet gyújtanak. Annak ellenére következett be ez a jelentős szám, illetve hozzá kell tenni, hogy mindig a tavaszi időszak, amely igazán dominál szabadtéri tüzek vonatkozásában. Amikor elkezdenek kertészkedni az emberek. Így van, hozzá tegyük azt is, hogy tavaly évben viszont ősszel, tehát szeptember-októberben is, amikor újra csapadékmentes időjárás következett be, és akkor itt el lehet mondani, hogy komoly összefüggés van nyilván az időjárás elemei, paraméterei, a hőmérséklet, a csapadékmentesség és a bekövetkező tűzesemények száma között, hiszen a száraz vegetáció könnyebben ég, gyorsabban ég, könnyebben lángra kap. Amikor tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, ez azt jelenti, hogy a saját kertemben sem gyújthatok tüzet? Összességében igen. Ugye a tűzgyújtási tilalom, ha csak a definícióját nézzük, ugye az erdőkben, fásításokban és azoktól számított 200 méteres körzetben
tiltja meg mindenféle tűzgyújtási tevékenységet, de hozzáteszi, hogy ide kell érteni a vasút és közútmenti fásításokat, illetve az avar és tarlóégetést is. Ugyanakkor az önkormányzati rendeletek szinte mindegyikében benne van, az erre vonatkozó önkormányzati rendeletekben, hogy tűzgyújtási tilalom elrendelés esetén település közigazgatási területén belül is megtiltja a tűzgyújtást. Kijelölt tűzrakóhelyen sem, tehát mondjuk én szalonnát sem süthetek a saját kertemben, hogyha éppen tűzgyújtási tilalom van? Vagy milyen feltételek mellett lehet mégis tüzet gyújtani? Úgy fogalmaz a tűzgyújtási tilalom, hogy odahaza saját zárt égésterű, az említett szalona sütőhelyen, vagy gázégőfeje történő gyújtás, tűzgyújtás esetén, grillezés esetén a tűzgyújtási tilalom nincs érvényben, tehát ezeket a tevékenységeket hangsúlyozottan ott is körültekintően a tűzvédelmi alapszabályok betartása mellett lehet végezni. Amikor éppen nincsen tűzgyújtási tilalom, akkor milyen feltételek mellett lehet, vagy célszerű tüzet gyújtani? Igen, most megint a KH-tól indulnék el, tehát Magyarországon a levegővédelmi törvény alapján alapvetően tilos mindennemű szabadtéri tűzgyújtás. De jogszabályok ez alól kivételt tehetnek. Ilyen például az önkormányzat belső rendelete, az önkormányzat által hozott rendelet, amelyben külön szabályozza, hogy a település közigazgatási területén belül milyen időtartamban, napokon, milyen korlátozással lehet hangsúlyozottan kerti hulladékot, tehát növénytermesztésből származó hulladékot elégetni. Mi történik, ha valaki megszegi ezt a rendelkezést? Milyen szankciókra számíthat? Igen, amennyiben helyszíni bírság kiszabására kerül sor, tehát valaki ott van és elismeri, hogy ő volt a tűz okozója, abban az esetben 20-tól 60 ezer forintig terjedő helyszíni bírságra számíthat. Függetlenül attól, hogy mekkora területet érintett a tűz, vagy okozott-e kárt? Ez csak a helyszíni bírság összege, ezzel párhuzamosan tűzvédelmi hatósági bírságolási eljárás is indulhat. Itt már komolyabbak a szankciók. Attól függően, amit ön is említett, hogy mekkora kiterjedésű, milyen kárt okozott ez a tűz. Itt már 100 000 forinttól 1 millió forintig is terjedhet, sőt abban az esetben, hogyha a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, már pedig az esetek többségében ez megvalósul, akkor ez 200 000 forinttól 2 millió forintig is terjedhet. És ha nem okozok semmilyen kárt, tulajdonképpen nem terjed tovább a tűz, de a szomszéd feljelent, mert látja, hogy én mégiscsak égetek ott valamit, akkor is számíthatok bírságra? Hát abban az esetben, hogyha az önkormányzati rendeletben meghatározott napon, vagyis időtartamban végzi ezt a tevékenységet, és nem jelent környezetére veszélyt, tehát kontroll alatt van a tűz, akkor nem történik szankcionálás. De amint a kiérkező tűzoltóság észleli, hogy ez a tűz környezetére veszélyt jelent, fel fogja szólítani a tulajdonos, hogy oltsa be a tüzet. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a tűzoltóság nagy erőfeszítéseket tesz a megelőzés érdekében. Mik ezek az erőfeszítések? Mi az, amit tud tenni a tűzoltóság? Hát amit említettünk, hogy fokozni tudjuk a tájékoztató tevékenységünket, minél több médiumhoz eljutni, minél nagyobb felületen hangsúlyozni, hogy emberek milyen kárt tudnak okozni azzal, hogyha egyen nagyobb tüzet gyújtunk, mint amennyit kontroll alatt tudunk tartani, és ha elmegy tőlünk a tűz, akkor pedig milyen szankciók váratnak ránk, ami elrettentő, elriasztó lehet. Milyen létszámban dolgozik a megyében a tűzoltóság? Egyáltalán mennyi idő alatt tudnak kiérni egy-egy helyszínre? Hát ez különböző négy hivatásos tűzoltóság áll készenlétben. Ezen kívül még három katasztrófavédelmi őrsön, 4-4 fő áll szintén készenlétben, és segítségül vannak még az önkormányzati tűzoltóság 6 városban a megyében, és 34
olyan önkéntes tűzoltóegyesület létezik, működik a megyében, akik segítségül tudnak jönni. Mi az a leghosszabb idő, ami a legnehezebben elérhető településre vonatkozik mondjuk? Hát egész komoly vonulási távolságok és időkkel lehet számolni. Egy Bereg északi részén fekvő településen egy mátyus lónya esetében akár 40-50 perc is lehet, amíg kiérkezik. Hát ez alatt porigéket egy Ezért igyekszünk helyi erőket bevonni. Például az említett lónya település vonatkozásában fölismerték a helyiek az ilyenfajta öngondoskodás fontosságát, és megalakították a helyi önkéntes tűzoltóegyesületüket. És itt jön be megint a megelőzésnek a fontossága. Így van, ez is egy fontos szegmense, hogy tudjuk a helyi erőket fölkérni, megszólítani, ők pedig megszervezni magukat. Mennyi volt az idei, ugye 601 néhány tűzesetet említett az idei évben, mi volt a legjelentősebb ezek közül ebben az évben? Volt néhány olyan esetünk, szám szerint három, amikor úgynevezett kettes kiemelt fokozatú tűzről beszélhettünk. Ez azt jelenti, hogy legalább 2,5 annyi erőt a több város összefogására volt szükség, az, hogy lokalizálni tudjuk a kiterjedt tűzesetet. Ilyenkor az tűzoltás időtartama is megnövekszik, és rendszerint akkor következtek be ezek a nagyobb események, amikor nagyobb szél volt ott kint a helyszínen, és jelentős területek égtek le miatt. Személyi sérülés is történt? Személyi sérülésről nem tudunk, viszont az országban előfordult olyan esemény, amikor szabadtéri tűz következtében haláleset következett be. Nagyon remélem, hogy ebben az évben már nem fogunk ilyenről beszámolni, bár forró nyára számíthatunk most is. Reméljük, hogy nem. Harezredes úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Lehetőség.